Na hello, sziasztok srácok, ez itt újra a konzol.hu, én pedig Zsig vagyok, és ez itt egy kis League of Legends gameplay. Rankedet fogok tolni. Kis rangsorolt egyéni páros. ADC-ről support leszek. Ebben mutatom meg most a kis tudásomat. Megpróbálom felvenni a harcot a többiekkel. Jelen pillanatban Gold 4-be vagyok. Gold 4-be ütöm a többieket ész nélkül. Aztán megpróbáljunk feljebb lépni a rangsorolt listán. Nézzük a kedvenc karaktereimet. Azt mondja, hogy hát itt van Thresh 506.986 pont. Nagyon sokat thresheztem, úgyhogy ez supportként nem rossz. A másik kedvenc karakterem Bard. Ugye, hogyha thresht bannolják, hogy elviszik, attól függ, mit tippel a másik, akkor hozom Bardot. Másik kedvenc karakterem ott volt még Queen. Ugye Queen általában a topra viszik. Na de ez nekem nem számít, nagyon szeretem botlénen. Meglepő és mulatságos. Sokan fújnak ezért, hogy mit keres egy Queen botlénen, az alsó ösvényen. De ez engem sose izgott, ugyanis szabad a választás, és én azt választok, akit én akarok, úgyhogy ez van. Na, de van nagyon sok ADC, mint jelen pillanatban is az ADC szerepet kaptam meg, így hát ADC-ként fogok most szerepelni. Van ellenünk egy Kennen. De most a Kennen lát mides vagy toppos lesz. Bár láttuk őt már ADC szerepben is. Nem is egyszer, nagyon sokszor. Ő is meglepő és mulatságos. Úgyhogy izgalmas dolgok történhetnek ebben a meccsen. Ezen a meccsen. Na nézzük, van egy támogatónk, egy Lux. Ő nagyon erős a jelenlegi metába. Mellette a topposunk pikkelt egy Garant. Ez inkább ilyen safety üzemmód, én szerintem, ilyen safety pick. Bár ennél safety pick is van. Az én ellenfelem egy early game-es Miss Fortune. És ott bepikkeltek még egy Swaint, szerintem az lesz a mides. Én pedig botlane-re szerintem hozok egy Jhint. A vérontásban kivirulok, mint a virág a hajnalfényében. Jhin a másik kedvencem. Távolról nagyon jó lehet vele kezdeményezni, és early game-ben is elég erős tud lenni. Mellette van egy erős dzsungelesünk, egy Kane. Kane-nel nagyon jó rajtaütéseket lehet intézni. Ugye meglepő és mulatságos, single target. Hogyha jól játszik a dzsungelesünk, akkor bármi lehet. Középső ösvényre lett egy Katarinánk, nem tudom mit fog okozni, őtőle félek, hát hogy gyengén fog szerepelni, de itt még bármelyikünk lehet gyenge. Az ellenfélnél eléggé vicces a felállás, ugyanis a support ellenem egy DPS lesz. Én ide bepikkelek egy futást, szeretek ott lenni időben, ahol éppen megy a harc, úgyhogy én sprintelni fogok, vagy el, vagy pedig oda, ahova kell.
Szeretem a mozgékonyságot, mert így tudom kivenni a részem a harcból, vagy pedig így mentem meg a saját seggem, a többieket otthagyva. A többieket otthagyva. Na, kíváncsi leszek, ki lesz az ellenfél supportja, szerintem egy Vel'Koz lesz, így az early game, az enemy early game elég erős, MF Vel'Koz, nálunk pedig, engem pedig támogat egy Lux, Ignite-tal, az ellenfélnél is, ellenfél Vel'Kozánál is van egy Ignite. A Kennen midre megy, Cho'Gath lesz a ellenfél dzsungelese. Nem látok benne nagy potenciált. Late game-be annál inkább valakit megöl, vagy leszed fél HP-ra egyből. Az ellenfél topposa Swain lesz. Garen ellen. Na, ez is egy érdekes szituáció lesz. Szerintem a jelenlegi felállásban Kane-nek topra kell majd besegíteni. Mi pedig tartjuk a botot. Ez az impad nem méltó hozzá. Amennyire csak tudjuk. Mides, Katarina. Katarinán megy a Kennen ellen. Itt még bármi lehet. Üdvözlünk az idézők szurkokában. Az elején defenzíven fogok játszani. Felmérem az ellenfél tudását, mennyire agresszívak, mennyire passzívak, és úgy fogom tolni a lényt, ha passzívak, akkor rájuk tolom a lényt, ugyanis a Cho'Gath-tól nem tartok. Ha pedig nagyon agresszívak, akkor pedig marad a defenzív mód. Kitartunk, ameddig Katarina el nem kezd roamingolni, vagy pedig a Kane nem téved le hozzánk. Elindultak. Zenét ezt lekapcsoltam, mert nagyon demoralizál. Nem szeretem a League of Legends-nek a zenét, a játékban lévő zenét, mert elkészítem a koreográfiát. De annyi baj legyen. Nézzük, hogy farmolok. Mit produkálunk. Mindjárt nyakamba ugranak. Az elején elkezdem megtolni a helyzetet. Megéri a lényt. Igen, rám is kezd. Ez remélem az agresszív támadásba segít majd. Itt közben a szögeket kell majd zárni, majd látom. Ez egy ilyen partner lesz. A Lux, mert ha partner lesz, akkor eléggé jó köszönjük a problémát. Elég hamar elnyomtam a potion-öket. Aj, de jól nyomja az a Vel'Koz. Vel'Koz, ezzel vigyázni kell. Ó! Oh. Egy érdekes volt. Hoppá, egy első gyilkosság. Ja, feladja az ellenfélt. Van egy hiányuk, remélyek. Nálunk volt egy? Nem az ellenfélnél, bocsánat. Na, első gyilkosság és győzelem. Köszönöm szépen. Egy killt. Na, elfelejtettük reportolni az illetőt. Na, de se baj.
lehet a véletlen egybesés, annyi baj legyen. Szegénynek mennie kellett. Dolga akadt, megesik, van ilyen, bárkivel előfordulhat. Úgyhogy belenézünk egy második menetbe. Már az elsőt feladt az ellenfél. Ismét ADC-ként fogok szerepelni. Alsó ösvényen. Botlén. Támogató Sandra, ismét Lux, ahogy látom. És én most ismét Blitzcrank-et tiltom ki. Általában Blitzcrank-et szoktam kitiltani, mert eléggé problémás tud lenni. Irreálisan hosszú a keze. és ez sem én, sem pedig a játékos társai nem kultiválják. Mert hogyha végül is azt mondják, hogy ne mást bannoljak, akkor bannolok más, de én jó néhányszor idézőjelbe kikerülöm a Blitzcrank-et, a Blitzcrank-nek a képességét, viszont féltem a csapattársaimat, mert nem miattam bannolom ki, hanem mások érdekeit szem előtt nézve azért bannolom ki, hogy ne kapja le például a támogató Luxot, aki beragad, papír, törékeny, instant hal, lemegy, ezáltal egy hátrányba kerülhetünk. Na de nézzük is, ellenfél Morgana, botlane, safety pick, ez egy safety support. Aztán van ott egy Kha'Zix dzsungel, ami már problémásabb lehet, ugyanis vele nagyon jól lehet genkelni. Középső ösvény, de behoztunk egy Arit, szintén egy safety pick, én szerintem. És az ellenféltnél Twisted Fate midlane, na ez is problémás tud lenni. Egy láthatatlan Kha'Zix és egy Twisted Fate hirtelen megjelenik 2v2-nél, képességét kihasználva hirtelen 4v2, és már hullik is ez a két ember biztosra, ha minden igaz. Így hát, ez real late game-es, Kha'Zix ugrik, Morgana nyomja a Q-kat, Twisted Fate megjelenik. Egy Lucent választok, hogy próbáljon kibőzsolni a helyzetet. Atrox is ugrik a nyakunkba, nyomja a speceket, Morgana Q, Ezreal ugrik, Twisted Fate jön, Kha'Zix is ugrik, nekem is ugranom kell, így Lucent pikkelek, heal-lel és flash-sel. Supportom ismét Lux. De nézzük, hogy mit mutat majd az egész. Megnézzük a csapattársukat. Renekton eléggé tapasztalt, 272.886 ponttal. Nem rossz, nem rossz. Gold 4. Nocturne 86.000. Ari 20.000. 41. És Lux 325.000-rel legtapasztaltabb, de ez nem jelent semmit. Gold 3. Ezek csak pontok, aztán, hogy mennyire jön ki az egyéni skill, az majd elválik. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy tapasztaltabbak vagyunk, ha minden igaz, idézőjelbe, de még nem borítékolható a győzelem. Így hát meglátjuk, mire képes a kis csapat.
Remélem, hogy győzelem lesz. Tarsoly László, hello, fel tudlak venni ismerősnek a LOL-ban? Persze, hogy fel tudsz venni. A nevemet látod, megjelölsz, felveszlek. Aztán bármi is lehet. Az előző szezont azt eléggé gyengén zártuk, nem nagyon foglalkoztam a játékkal. Lecsúsztunk Silverbe. Szép lassan, ugye más játékok elvonták a figyelmemet. Nem lehet annyira ráfüggni egy játékra, legalábbis én megunom egy idő után. Tarts, hogy látsz, én rendben, köszi, sok sikert. Köszönöm szépen. De voltunk már platinában is. Még egy pár évvel ezelőtt. Úgyhogy nem vagyok annyira elveszve ebben a játékban. Játszottam már dzsungelt is, voltam toppos is. De a dzsungel az... A dzsungel a hibás mindené. Mindenért a dzsungel is. A dzsungeles a hibás, nem jön. Bent van, meghal. Nem genkel. Nincs ott, ahol kéne. Szedi a mobokat. Ez volt régen, aztán nem tudom azóta. Szerintem változatlan a helyzet. Az Arink jelen pillanatban off call. A minionok elindultak. Hát mi fogjuk feladni, de nem is ez a lényeg. Szóval GG easy lose. Nice. Egy idéző kilépett a játékból. Ne. Egy idéző visszacsatlakozott. Na igen, jól látom, neve Zsigi17, így van. Így van, kedves László. Egyesek ezt varázslatnak hívják. Én azt mondom, pontos célzás. Egy idéző kilépett a játékból. Problémák vannak. A kompjúterrel, csatlakozással. Szeretem, hogyha a tudportom jól tud pókolni. Megszúztuk egy kicsit a Morgánál. Kelj fel újra, ha mersz. Jó.
1-1. 1-1. Amennyire tudtunk, kijöttünk a helyzetből. Több-kevesebb sikerrel. Hozunk egy csákányt. A múlt csak egy kísértet. Megjelent. A dzsungeles. B2-ben kihoztunk csak egy X-et, ez nem rossz. Én szerintem. Maradj is halott. És persze elengedhetetlen a jó jelzés, videsektől, videóktől is egyaránt, tőlünk is. Szeretem, hogy a csapattársaim agresszívan játszanak. Ilyenkor látom bennük lehetőséget. Minden megtesznek a csapatért. Mondtam, hol lehet a dzsungeles. Szintén. Szerintem látjuk, hogy nagyon agresszívan megyünk. Lehet majd megint. Több borsóra lesz itt szükség. Jön, és lenéz ide hozzánk. Ó, bazdmeg. Ez meglett, jó. Jó, jó, jó. Mi van itt? Twisted Fate. Level 6. Bármikor megjelenhet, kiossza a lapokat. Állj fel és harcolj, ha addig élsz is. Jaj, de jól csinálod, barátom. Állj, de jól csinálta. Lemaradtam egy körrel. Gondoltam volna. Mindegy, egy ember lement. Eljövök. Mindenki megérte. Egy ember lement. Ez itt nem rossz, de ADC-ük eléggé el van nyomva. Meg a toppos is. Így hát erősítem a csapatunkat. Nagy karddal, kán karddal. Pár életerő itallal, meg egy tőrrel. Dzsungeles. Minden remélem az Ari. Az Ari szépen bekönyvődik, hogy játszik, jaj, de szép! Ez az. Semmi sem hidegebb a halálnál. Üdesünk. Megfontoltan játszik. Ez így jónak ígérkezik.
lesz egy jó dzsungelesik. Rám flash-el kétizott morgának. Megesik, van ilyen. Gyorsabbak leszünk. A vég csak a halálos. Sok a cool. Sokat kell kerülgetni. Ide, hogy gyorsabban mozogjak. Közben topon. Valami van. Ez így nem lesz jó. Nem az igazi. Ez olyan gyászosan. Jó van az. Sárkányt is szedhetnénk valamikor. Ultit. És most nem volt. Fagyos a levegő. Fagyos a levegő. Szeretnék már sárkányt ölni, de egyelőre nincs rá mód. Egyesek ezt varázslatnak hívják. Én azt mondom, pontos célzás. Ellenséget meg. Mi? Agresszívoskodik már a ellenfél. Hogy lesz ez? Hova ment ez a kubaznál? Gyerekik! Három ember lov HP-n. Nem akartam abhagyni a supportomat. Így hát együtt haltunk. Na, nem lesz ez mindig így. Majd akkor alszom, ha már ők is halottak. Top lane, 5-1-es. Én haltam a legtöbbször. El is jöhettem volna a 3B2-be. A supportomat nem hagytam ott. Csak egy kísértet. Lehet elkezdett volna lenni. A toronypáltél hamarosan le. Legközelebb eljövök, hogy kinyírok a frigecibe. Itt valami. Én szupportomnak vargya. Damage-re megy. És
és azért nem bírtam meglőni az előbb az emberkét. Nincs hozzá, mert nem láttam, hogy éppen hol van. Ja, és a dzsungelesünk még nem volt még. Ja, de egyszer volt, amikor meghalt. Na most mi a terv, srácok? Megyünk Bolivon. Onnan megyünk. Megyünk valahonnan. Na, mi lesz? Mehetünk. Jaj, de mehetünk. Jaj, de jó. Yes, man. Valami van. Okosan. Van sárkányunk. Hova? Na, megy ez, gyerekek, megy ez. Semmi sem hidegebb a halálnál. Megy ez. Na jó. Csak így tovább. Egy turnyodat lerobb. Hát te. Jó. Hát ez egy ezril ulti volt. Sajnálom. Erősítünk, korábban is. Még nagyobb kardokkal. Ne nézz olyan gyászosan. Luxnál már vannak őszemek végre. Egyeseket varázslatnak hívják. Én azt mondom, pontos célzás. Nem megyek kijebb. Úgy gondolom, hogy itt vannak kazikszikon valahol. Már ők is halottak. Nem mondom, hogy itt free killt. Nem muszáj, 6-2-es. Megvárom, még valahol felbukkan a térképen. Nem toljuk feles... Kazix elment, jó? Mehetünk. Fagyos a levegő. Nincs itt senki. A múlt csak egy ellenséget meggyilkolt. Kettős gyilkosság. Thank you.
tisztaság és béke. Ezért elmondott, nem is olyan rossz. Hoppá, ez Morgana ulti. Elmond felesbe. Bölösbe. Jó, ha elmegyünk, ahogy látom. Nem ide akartam! Fail! Szép! Szép! Hogy ez? Felvásárolni akartam tényleg, szóljál. Nem rossz, a többiek lehozzák a meccset, ennyi. Egy jövőt nem tudok elmondani. Itt valami bűzlik. Meg. És itt maradok, itt hát. Felém, gyere, bazd meg! Hát itt a hív. Elfut tőlem, bazd meg. Felém gyere, segítség kell, lássam apon. Mindig az embered felé fuss. Lássam apon. Semmi sem hidegebb. Micsoda a karom? Át kell venni, gyerekek, át kell venni.
mi van? Csak így tovább. Most mi van? Most miért fosunk be? Most mi van? Semmi. Az itt meg fog halni. Már nincs dzsungel. Oda megyünk, oda megyünk. Egyesek ezt varázslatnak hívják. Én azt mondom, pontos célzás. Miért kell rambózni? Miért kell csinálni? Majd akkor alszom, ha már két halottunk van. Why to die? Ari. Why to die? Sorry. Miért haltál meg? Bocsánat. Mondás jó, nyugodj békében. Hárman itt óvózkodunk. A múlt csak egy kísértet. Why to die? Akkor mit akarunk most tépteni? Hárman, az öt ellen. A buffotot kockára tesszük. Éppen jönnek a minionok. Token is vannak, nagyon jó. Újabb inhibitort, meg még egyet. Na ez így jó. Na ezt úgy hívják, hogy team fight. Team fight, bocsánat. Mindenki tudja, mit kell csinálni. Úgy hívják, hogy F-csapat. Thank you.
szépen lassan felülőjük az ellenfelünket, úgyhogy kell. Úgyhogy látjátok, killek eléggé ki vannak egyenlítve. Mindenki megérdemel egy második esélyt. Az ellenfél nagyon nagy hát, eléggé nagy hátrányban van. Egy tornyot sikerült nekik eddig leszedni. Grupp 1. Összegruppolunk és végzünk velük. Legyen így. Megy vissza, most jöttek ki. Hát ez győzelem. Mi volt a legjobb? Hát a Nocturne és a Renekton szerintem. Nocturne 11-6. Szépen jövünk fel. Nézzük. Eléggé. Legutolsó damage, szégyen szemre. Nagyon mentek a többiek, nem bírtam tartani a tempót. Megyünk tovább. Nagyon jól ment a Nocturne. Tudta, hogy hova kell genkelni, erről beszéltem az elején, hogy topot kell neki erőltetni. Így is lett. Mi pedig szépen eljátszottunk az ellenfél botlén dúlójával. Úgyhogy az elképzelésbe jött, amit így gondoltam az elején. Na de nézzük, megint ADC-t játszok. A csapatba másodikként pikkelek. Ez nagyon papír ez a csapat így. Gyerekek, ez így nem lesz jó. Ismét egy blitzkrenket bannolok, egy üzemzavar, ha a rendszer lemerül. Nem kell az üzemzavar. De ez így nagyon papír. Ez így nagyon-nagyon papír. Ebből nem tudom, hogy mit bírunk kihozni. Talán egy támogató Teemo, nem tudom, ki lesz a frontvonalba jelenállás szerint. A jé, papír, nagy damage. Kész, Jinx. Hát ki fog előmenni, gyerekek? Ki fog előmenni? Ezt most valaki mondja el nekem, hogy ki fog előre menni. Hát CC, csak egyet látok. Luxot. Így hozok egy Varuszt. Most megismerik a fájdalmat. Így talán jók lehetünk az elképzeléseim alapján. Varusszal.
megpróbálom őket CC-zni. A CC-ben nagyon, nagyon gyengén állunk. Lux, meg én. Ha jó bemegy, akkor lehet valami. Az az Ed viszont nem kellett volna ellenünk, azt nem bannolták ki. Ez így nagyon érdekes. Oh! CC mellé. Ez félig CC, az is. Gold damage. Én ahogy látom, eléggé kiszolgáltatott helyzetben vagyok. Olafot hoznak a CC ellen. Jaj, de Olaf. Hűha. Alistar meg a tank. Üthetjük a falat. Hát itt. Fogalmam sincs. Ezek megindulnak, az kész vége. Nem tudom, én elfutok a picsába. Nem tudok más csinálni. Ezek megindulnak, rám jönnek, elnyomom a ultit, azt kapa. Azt ennyi volt. Az Olaf az ide a jó választás volt. CC ellen, meg fut is. Erről beszéltem, hogy fut is. Jön is, üt is. Itt pedig, aj, de soványan vagyunk. Akali. Mastery. 1v2 top easy. Ez jó név. 1v2 top easy. Úgy legyen. Péter Kobra 666. Fiddles Tick. Ez nagyon jó support lehet. Nagyon-nagyon jó support lehet. Ha tolja a denevéreket ész nélkül. És van egy úranked luxunk. Midre? Ó, te jó ég, mi folyik itt. Ez egy igen érdekes. Nem tudom most mi lesz. Fogalmam sincs. Jobbnak látom az ellenfél felállását. Talán, hogyha átütjük az armort, nagy HP-ra sebzünk, talán jók lehetünk. Ide elválik. Teszem, amit kell. Üdvözlünk az idézők szurdokában. A teamfightokból kb. Az jön le, hogy leszedünk. We have a lead, so don't flame. Írja Master Yi, hogy late game-ben jók vagyunk. Ne idegeskedjünk fölöslegesen. Hát a teamfightokból azt tudom elképzelni, hogy leszedünk egy-két embert nagyon-nagyon gyorsan. És 3v4-be, 3v5-be pedig az ellenfél futni kényszerül. Így egy-két ember kiszedésével nyerhetjük a teamfightokat. De ehhez nagyon jó, el kell kapnunk azt az egy-két embert mindenféleképpen, ami ne Alistar legyen, főleg. Ne Alistar legyen. Jinx, Silas, Zed. Zedet nehéz ezt elkapni. Mutass egy célpontot!
Jézus! Bocsánat! Ezt szeretem, hogyha ilyen a supportom agresszív. Tudja, hogy kell fókolni. Jézus! Jaj, de jó! Nincs vissza! Na ezeket aztán nem fogod megfejni! Jaj, de jó! Jaj, de jó! Adj egy kút! Bazd meg! Valaki meghal, bazd meg! Ez az. Vigyázz azzal, akinek nincs vesztenivalója. Ennyi? Vigyázz azzal, akinek nincs vesztenivalója, bazd meg. Nem érted? Merre lófrál, ha már elment a supportom. Kicsit meggyengítem, ott van minden silas. Üssed. Csak haladékot kaptam. Hey, csak üti.
Ó, jó. Why you did not help? Péter Kobra, milyen rangba vagy? Goldba vagyok. Jelen pillanatban. Voltam már Platinában is. Nagyon-nagyon régen. Lémel, drága barátunk. Fit lesz itt. Még Bardot nem volt hajlandó lepakolni, ja, de egyet már lepakolni. Az meg! Na mi van, miért nem segít ezt? Na mi van a segítsége? Na? Na mi van a segítsége? Mi van a segítsége? Mi van a segítsége? Ilyenkor mi van? A support nagyon buta, így van. Tudod, hogy ússzak. Ez az! Na, Vard! Kaptam. Hol a Vard, bazd meg? Faszomat a Vardba! Menj előre! Hajrá, sok sikert! Megint ugyanaz lesz, mint az előbb, azt majd ráállítsz. Fiam mindig célba talál. Kussod azt, hogy bazdnod. Tegyél Vardot, bazdnod, kibaszod tribusból. Na, ennyi pókoljál ez. Amikor nyakam bógok, ezt levesked, bazdnod. Tegyük a balat. Jó volt.
Úristen, Fiddles is kulti, bazdmeg. Apáti Benjamin. Akkor roamingoltam midre. El is vesztettem kezdeti előnyömet. Ha beharcol, most ezt nem tudhatta az ember, hogy ott a Lux mit fog csinálni, vagy éppen mi a terve a következő embernek. Én szerintem, ha ott bejött két kill, akkor az előnyem megvan. Hát most ilyen érdekes a szituáció. Hát lehetett volna ez is, lehetett volna az is. Mi a faszomat csinálnak már megint? A toronypáncél hamarosan. Mi a kurva anyád csinál, bazd meg? Ne lőjjed! Ez hihetetlen. Még nem végeztem. Fuck you, Varus bitch. Na, kertesseltek, bazd meg. Szedd le! Feladás. Meghalt. 5-2-es, 6-1-es, de jó. Ki fog előre menni? Front vonal. Hol a front? Ki a front vonal? Ki fog előre menni? Ki? Segítsetek már neki! Thank you.
szemei megmondták, hogy ne flémeljünk, szerinted? Nincs megváltás. Egy ellenséget vigyázz azzal, akinek nincs vesztenivalója. Mit bűvészkednek ott, atyúvilág? Szép tudjuk! Jól ment az úti. Szerintem ebből mindjárt kilépek a picsába. Kobra tiszta ideig. Sajnálom azokat, akik keresztbe tesznek nekem. Célom világos. Csak a gyávák futnak el a sorsuk elől. Nincs var, nem tudom hova menjek, kész. Mindenhol az ellenfélbe vardolt, én nem tudom hova menjek. Teljesen... De nem, itt nem látom. Nincs bocsánat. Ez. Tessék, majd jönnek is. El vagyok átkozva. Egy tornyodat lerombolták. Igen, de egy tornyodat átkozva. Tűztel az árnyékokat! Thank you.
nincs megváltás. Ez kihúzta, kihúzta gyufát a skatujából. Ezért. Tudlak. Vigyázz azzal, akinek nincs vesztenivalója. Ez olyan szab team comp volt, nem volt tankunk, nincs aki előre menjen. Ez így esélytelen tank nélkül. Ez így tank nélkül esélytelen. Fiddle Stitzk. Total off. Péter Kobra teljesen ki van. Ez így édeskevés. Ez így édeskevés. Na, eddig egy bukó, egy túz, így még egyet. Szerintem inkább bemutatom, hogy kell támogatni a másikat. Hát jobban megy, mert általában support problémák is vannak. Viszont supportként nagyon-nagyon nehéz lehozni a meccset. Mert ugye hiába van map control. Hiába védni a társaidat, hiába tálalod fel az ellenfelet. Semmit, de most megpróbáljuk így. Támogató vagyok. Can I meet please? Best Eune Sup MB3. Na most lett volna egy jó support, amerre én vagyok support. De annyi baj legyen. Ó,
ezzel supportolni fogunk. Méghozzá, minden igaz, akkor egy trash-t. Legyen tank, legyen support, legyen ward, legyen, hogy felkínáljuk az ellenfelet, és segítsük a társainkat. Megpróbáljuk ezt összehozni így, egyszerre. Na, eddig nem rossz az ellenfél felállása. Elvitték a trash-t! Elvitték a trash-t! Miért vitték el a trash-t? A kurva anyját! Idéző. Így viszont marad a Lux. Váratlan fordulat. Váratlan fordulat. Mi lesz az ADC? Diana? Ja nem, ők cserélnek. Uh-huh. És Jean. Na bazd meg, hozhattam volna a bárdot inkább. Bárt kellett volna most, de nagyon. A Jhint kiszedjük az ultiból. A Yi és a Fiora, vagy esetleg a Zed, meg a Thresh, hogyha előre jönnek, akkor azokat tudtuk volna stunnolni. De Jhint volt az utolsó pick, így nem tudtam, hogy Bardot hozzak. Diana, Füzé, ADC. Ja nem, bocsánat. Nem. Nem, nem. Luxoztam, igazából. Nagyon-nagyon rég luxoztam. Üdvözlünk az idézők szurtokában. Harminc másodperc a milliónok indulásáig. Ide egy bár jobb lett volna most. De a trash az passzívban játszik, ahogy látom. Exhausttal. Kifárasztással. Zed Smurfing. A minionok elindultak. Mindent látni szeretnék.
most mit mondjak? Mondjak magának. Elkaptak TD óta! Miért mentél oda? Miért mentél oda? Ezt miért csináltam? Fiú, gyerekek! Debilú jebányi. Debilú volt. Nézzük már 3-0 már egyből. Hanyadik, második perc. Ez milyen? Mi a kütyökös mondjuk az meg? Debilú jebányi. Menjetek már innen. Vigyázz már jebányi. Ez is nagyon debili jebányi. Nyílj neki! Állj neki! Egy, öt, harmadik perc! Nyomjad a kint! Mit is veszünk? Kell cipő is. Otthon, fényes otthon. Kettő null. A trash 3-0. Na, segít. Nem tudom. Mit keres trash toppon? Nem vettem még ki a pajzsot, halad? Miért nem vagy neki? Támadunk.
lehetséges meggyőzni. Hát így mindes. Ne veszítsd el a hitedet! I'm gonna break my PC now. Szétesik a PC. Megállni. Report cash, please. Again, I need support. Mindegy, belefér, kell a nagy cipő. Nagy cipő meg lesz, nem lesz probléma. A vereség csak egy lehetőség, hogy még fényesebben ragyogjunk. Jó. Ez kell még, ez kell. Jó, ez így, gyerünk. Van support item. Van cipő is. Ja, valami lehet. Ez is ne játszom őt vele. Sőt, én is megyek el benne a bűzik ketten. De ha nem itt vagyok, akkor ott van bal, ha itt nem vagyok, akkor a másik helyen van a bal hír. Nagyon!
Ójjaj! Ójjaj! Ki jön? Hol? Pling, 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 pling. Kapd el! Kapd el! Nem oda! Main. Valami van Lux-szal. Lux. Lépd túl a határaidra. Lux az egyik. Hova bazd meg? Azt nem bírok beszélni. Nem bírok beszélni, meg játszani! Itt még van még egy innya? Ez. Jó, volt valami. Valami. Meg tudjuk csinálni! Egy tornyodat lerombolták. Szép volt. Volt valami. Jó. Jó. Na, kiegyenlített mérkőzés, be kell segítenem a damage-be, és jók is vagyunk. Kit. Nagyon találni kell a damage-nek. Részemről. Találni kell az összesnek, nagyon sok ward kell, szedik a wardot, itt vannak a dzsungelünkbe. Ott van, né? Turret. Rengeteg wardot kell kitennem. Biztosítsa a map kontrollt. Semmit nem csinál. Lent. Ez. Az is még jó. Az is még jó. Mint egy ingyen ward. Nem oda kell. Sosem jártam.
Hova siet? Hova siet? Miért sietett? Szegény így. Adott egy piros kupot. Valami van. 5-1-es kazixunk. Hajrá, kazix. Hát el! Elbújtalak. Mondod. Elbújtottam. Elfogyott a ward. 5-1-6, supportként, sajnálom. Nem nagyon bardolnak. Nem tudom, a trash mit csinál. Nem bardol. Ez igaz. Elvédve. Ezt már rég be kellett volna már tolni. Adjál neki! Itt van! El! Juhú! Öt, egy, nyolc. Valami van. Ja, alakul, Lux. Mindent látni szeretnék. Lux support, ha már az előbb nem sikerült az LDC story. Meg ugye... Egy embert kikszeltünk. This bot lane literally lost us again. Hát igen, trash elment botról. Itt nem nagyon tudta szupportálni rádiósőjét, aki eléggé gyengén teljesített, mert túl nagy agresszivitást kapott. Ő nem tudta a legjobb formáját hozni.
gyilkos. Hát jó. Sok lesz ez már. Össze-vissza csinálok már mindent. Egy tornyodat lerombolták. Egy ellenséget meggyilkoltak. Megállítva. Ragyogj velem! Egy ellenséget meggyilkoltak. Megtaláltalak, te kis hamis. Sorozatgyilkos. Te kis hamis. Egy ellenséget meggyilkolt. Maradj pozitív. Fel még egyszer! Az mit mindig? Azt tudom. De szép. Az mit mindig? Nem voltam volna. Ja, 12-3. Voltam,
mindjárt szétlő a picsába. Jaj, de jön. Az elején nagyon jó kezdtek 3-0-val, aztán eléggé szétesett a csapat. Erős kezdés után erős visszaesés. Nem gondoltam volna. De többi a tamborítanak. Az is nagyon jó. Fej. Na. Kazix. GG. Szép volt. Luxal S-osztályzott. Nem rossz. Damage, kevés a damage, még több kell. Kazix tudtak, itt kell támadni. Itt nem is tudom, mit csinált a Thresh amúgy, teljesen szétesett, toppon volt, meg ilyenek, meg ott hagyta az ADC-t. Nem tudom, mit csinált. Na, de srácok, ennyi volt már a League of Legends ADC support gameplay. Köszi szépen, hogy velem voltatok, hamarosan jövő majd még streammel, addig is legyetek jók, sziasztok!